Silver, valamit feltétlenül meg kellene beszélni. Majd később, Revics. Erre már nagyon régóta vártam. Üdvözlöm mindenkinek, ez is Silver vagyok, ez pedig itt egy újabb Transformers figura bemutató lesz. Ezúttal Transformers Combiner Wars Autobot Skylinks lesz. Terítéken, aki egy de jó kis figura lesz. De hát Silver, ez csak egy űrhajó, aminek alul van egy bozi nagy piroskék téglája. Várjátok ki a végét. Csak várjátok ki a végét. Igen, amint látjátok, Skylinksnek egy szimpla űrhajó a jármű formája, aminek alul itt van egy nagy bumszli, igen, piroskék téglája, de erre térünk rá egy kicsit később. Nézzük meg magát a járműformát, ami eszméletlenül jól néz ki szerintem. A festés az nagyon jól lett rajta megcsinálva. Egyszerűen komolyan mondom, aki ezt a festést csinálta, az egy igazi zseni, az egy csodálatos ember lehet. Jaj, hát várjunk, hát ezt én készítettem. Köszönöm! Önök szeretnek engem! Igazán szeretnek! Hülyeséget félretéve, az alap színezéssel igazából nem volt semmi gond, csak egy nagyon picit tettem hozzá egy kis aranyfestést, hogy egy picit azért feldobjam, például itt ezen a részen nagyon jól mutat ez az aranya fehér űrhajón, igazából nagyon jól ki lett találva. Egyébként a mozgathatósága ennyi a jármű formának, ezeket az ágyukat lehet innen leszerelni, és akkor még inkább egy űrhajóra hasonlít. A régi G1-os verzióban le lehetett szedni ezt az űrhajót erről a tégráról, erre megint csak térünk rá később. De akkor eleget gyönyörködtünk Skylinksnek a nyermű formájában, akkor most nézzük meg a robot formáját. Először is megfogjuk, és ó, hát várjunk egy kicsit, hát nincs is a robot formája. Hogy mi? Igen, az ember gondolhatná, hogy hát itt van egy Transformers, itt van egy jármű forma, akkor most hogy nincs is, nincs a robot formáját, akkor miért lehet átalakítani? Értitek, tehát, hogy még egy ilyen Grimlock-szerű T-Rexnek is van robotformája, akkor pont ennek ne lenne? Van alternatív formája, de nézzük is meg akkor, hogy ez pontosan mi is. Először is ezt az alsó panelt itt kinyitjuk, majd ezt a két lábat itt szépen kihajtjuk, mind a kettőt szépen feltekerjük, ezt visszacsukjuk, a két hátsó lábát lenyitjuk, majd kinyitjuk a talpát, mind a két oldalon. Hátul itt a két szárnyat összecsukjuk, ezt a szárnyat pedig itt szépen lenyitjuk. A szárnyból kinyitjuk ezt a két kék plusz szárnyat, majd ide szépen előrehajtjuk. A pilóta fülkét kinyitjuk, majd ide szépen előretekedjük, és megvárjuk, hogy bekattan. Arra pályázol, hogy egyszer bekattalok? Hát nem történt! Most örülsz! Ezt a hátsó panelt szépen előre nyitjuk, ezt szépen kicsit hátrébb húzzuk, két ágyút szépen megfogjuk, és rátesszük ide erre a szárnyra. A nyakrészt szépen letekerjük, ezt a panelt lenyomjuk. Lenyomjuk a fejet, kinyitjuk a száját, és egy kis igazgatás után itt lenne Skystalkernek. Ismételd meg, amit mondtál! Skylinks, a sárkány, főnix, robot, kutya, Sphinx formája. Mi eszméletlenül királyul néz ki. Egy kék, piros, fehér sárkány. Egy űrhajóból. Zseniális. És akkor most érhetünk vissza erre a téglás részre. Igen, ezek a lábai, a végtagjai, és az alsó teste, meg úgy igazából a teste. A régi G1-os verziónál ezt úgy oldották meg, hogy a felső fehér rész volt Sky, ez egy ilyen madár volt, de volt itt pluszba beépítve lábak, hogy le tudjon azért szállni, és ez az alsó része volt Lynx, aminek ezen a részén volt itt egy oroszlán fel, amit ki lehetett hajtani. És akkor ez volt a két figura, egyébként általában így Skylinksként voltak jelen, amikor ugye össze voltak kapcsolódva. Ennél a figuránál ezt sajnos nem csinálták meg, de ettől függetlenül is csak nézzétek meg! Csodálatosan néz ki, ez egyik legjobb figura. Tuti, hogy a kedvenceink között a top 10-ben ez benne van, egyszerűen eszméletlenül királyul meg lett csinálva. Sajnálatos módon nem tökéletes, arra rá is térünk gyorsan hibáiról, hogy gyorsan túl legyünk. Sok videós mondja mindig, hogy itt ez a rész itt üreges, és hogy ez így elvesz a figura minőségéből, de szerintem,
ha nem mondaná, nem mondták volna nekem videóba, akkor nem vettem volna észre, mert szerintem ez nem akkora hiba. Viszont ami hiba az az, hogy több helyen is az a figura. Itt a hátsó lábaim nem szokott rendesen megállni, egy kicsit megkúsztam, tehát ennél sokkal lazább volt, így letettem és így beesett. Ez sajnos még néha előfordul, mert még egy kicsit kell rajta dolgoznom, egyébként ez orvosolható. Ahogy igazából ez is az lenne, nem tudom, hogy csinálták meg itt a farkát, de ilyen nagyon ilyen... Nem lehet jól pozícionálni, igazából nagyon furán van, nagyon laza, tehát így ennyire. És a legnagyobb szomorúságom az ez. Rettenetesen laza a fejének a tartója, a feje pedig nagyon nehéz ehhez a tartóhoz képest. Nem értem meg egyszerűen, hogy itt jó kis kattogós megoldással, ott lehet látni is a fogakat például itt, meg tudták csinálni a lábait. Akkor ezt miért nem tudták olyanra megcsinálni? Simán megtartotta volna a fejét, nem? Helyett ezt a legjobban utált szar, kis piszlicsáré, egyébként itt lehet látni a rendes méretét, kis piszlicsáré fémmel oldották meg, ami idő után kikopik. Ennél sokkal lazább volt, tehát már itt leszokott esni. Még nem. Meg lehet igazából oldani, de ja, alapból ez így, az így nem túl jó sajnos. Még egy kicsit kell rajta majd dolgoznom, mert még mindig laza, de igazából ennyi a hibája. Ha megoldjuk a problémákat igazából ezen a figurán, ami nem nehéz, akkor nagyon jól pozícionálható. Igazából nem eszméletlenül durván, de úgy a célnak tökéletesen megfelel, be se fér a kamerába, basszus. Ezek a szárnyak eszméletlenül jól néznek ki, nagyon jó ez a színes szállítás, ez a kék, piros, fehér, arany szín, ez valahogy nagyon jól feldobja az egész figurát, nagyon jól néz ki egyszerűen, és ez a fej, tehát olyan, mintha egy űrhajó konkrétan szétszakadna, és egy hatalmas szörnyeteg lenne belőle. Gyermekek, nem szörnyetem, mert nagyon arányos. Kinek van ilyen jó fantázia, hogy ilyeneket kitaláljon, és igazából persze már régen kitalálták ezt a karaktert, de akkor is eszméletlenül jól néz ki, még ezekre, még hogyha ezeket a hibákat is vesszük, akkor is egy nagyon jó figurát kapunk. Mit lehet elmondani összességében a figuráról? Nem figyeltetek eddig? Eszméletlenül jól meg lett csinálva, egyszerűen nem tudok betelni vele. Annyira jó, hát maga az ötlet, és annyira örülök, hogy ebbe a szériába kiadták újra ezt a figurát, mert egyébként nem tudom hány kiadása van, de szerintem csak ez az egy. Így pluszban meg van egy átszásított verziója is, ami igazából ugyanez, picit, nagyon picit más fejformával és fekete színnel, de az igazából nem volt benne semmilyen sorozatban, az csak így vessük át még egyszer, és akkor adjuk el még egyszer című műsor, igazából nagyon jól néz ki az is, de nekem ez az eredeti kellett, ami abszolút megérte, még ezekkel a pici hibákkal is, de ezeket mondom, eszméletlen könnyen lehet megoldani, csak még kell ráfordulnom egy nagyon pici időt is, tökéletes lesz. Remélem, hogy akkor nektek is tetszett ez a fantasztikusan király jól kinéző figura, és a videó is. Hogyha tetszett, akkor nehogy lájkolni merjétek, nehogy... Jó, oké. Aha, te hogy kerülsz ide? Jó. Aha. Oké, most ezt nem értem. Én meg mondtam, hogy beszélünk kell.